Sziasztok, én Ádi vagyok, és a mai videóban itt vagyunk egy új játékkal, ami ugye nem a Brawl Stars, hanem a Need for Speed No Limit játék. Igazából ezt említem, hogy megemlítettem már azt hiszem korábbi videókban, hogy én nem csak Brawl Stars-os játékokat szeretnék, hanem igazából kipróbálnék mindig új játékot. És megtetszett engem nagyon ez a játék. Én nagyon régen még ezt eléggé toltam, és hú, de megváltozott. Nem ilyen volt. És egy pár autót meg is bírtam szerezni. Majd mindjárt elmagyarázom. Felvázolom, hogy. Azt kapunk egy ilyen ládát. A játéknak nincs hangja ugyanúgy, mint a Brawl Stars-nál. Ezt már megmagyaráztam. Na nézzük, mi lesz ez. Aha, Ford Fiesta ST. Bocsánat, nem úgy ejtem ki az autóneveket, ahogy van. Igazából úgy működik, hogyha nyitunk egy ilyet, akkor van itt a garázs. Nagyszerű. Itt a garázs. Merre van? Olyan furcsa, mert nem így nézett ki a játék. Itt a garázs. És mindjárt megmutatom. Lehet nyitni ládákból mást is. Tehát lehet nitrót, akármit. Én ehhez nem annyira értek. Hát itt vannak a kis autókáim. Hát ennyit sikerült még összegyűjtenem, és tehát szinte rengeteg van, és folyton frissíteni is lehet a játékot, és mindig kerül be új autó, és elég nehéz is szerezni új autót, ha nem költesz a játékra, de nyilván free to play-nek is kibírod vinni ezt a játékot, csak hát akkor 0-24-be kell tolnod, ami igazából szerintem nem is normális, ha valaki úgy játszik, és például itt rámegyünk egy autóra. A grafika szerintem őrültesen szép. Attól, hogy ez egy telefonos játék. Igen, App Store-ba és Player ruházba is ott van. Na most miért laggol? Igen. Hát nagyon szép lett ez az autó, és ilyen itt a grafika. Tehát szerintem ilyen grafikák nem olyan sok autós játékban vannak. Rá lehet itt közelíteni is. Hát most nem a legszebb állapotában van. Itt is azért néz így ki, ez a BMW M3, azt hiszem, bocsánat, ha nem jól mondom. Próbálgatom, mert régen például nem volt ilyen lehetőség, hogy így színezz az autót, tehát például ilyen csíkokat, meg ilyesmi. Meg ha lehetett is, megújult ez az egész rendszer. Na igen, itt van ez. Hogyha az autóra nyitsz ilyet, ezek tervrajzokból állnak. És hogyha például nézzük egy olyan autót, ami nincs meg, legyen ez. Ez egy Honda S2000, erre nekem 3 tervrajzom van, és 40 kell. Tehát még 37-szer ki kell nyitnom ezt az autót, és azután bírom állakolni, és hát úgymond, ha szeretnétek, akkor lájkoljátok és írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e még ilyen videót. Látjátok, ilyen autók is vannak. Igen. Azért vannak itt jó autók, és ezek még nem is a legjobb autók. Nem a leggyorsabbak. Most így a végére pörgetek. Még mindig lapoznom kell, hiszem el. Istenem. Jó, és most megállhatunk. Hát, amit a legvégén van, ez a Hennessy Venom F5. Úristen, 60 tervrajz kell hozzá. Meg igen, tehát van itt ugyanígy, hogy Camon, Rare, aztán Mythic, és azt hiszem van Legendary. Hát nyilván itt mennyi esély, tehát a Legendary az nagyon... Azt nagyon ritkán lehet kinyitni, Bugatti Veyron, szuper sport. Tényleg, készült a Bugatti Veyronból egy sima, aztán meg egy szuper sport. És ez a Bugatti Veyron volt az a legelső autó, ami a 400 km/h elérte. Hát ez őrületesen nagy.
sebesség. Na, toljunk is egy gémet, én azt mondom. Pli. Aha. Majd lehet, hogy majd bevágok képeket, hogy milyen volt a régi játék. Nem tudom, hány hónappal ezelőtt újult meg. Na, akkor camping. Aha. Eljutottam. Na, nézzük. Ezt még nem bírom. Na, és az autóknak van ilyen összámuk, azt megmutatom. Akkor, igen, car select. Na, tehát például ez a Ford Fiesta, most nem mindegyiknél ST, nem mindegyiknek fogom mondani a nevét. Ennek 271 az összáma. Aztán mutatom, hát ez a Subaru BRZ, ez 445-tel, ami, tehát ennyi az összáma neki, tehát a mindent beleszámítva. Aztán 331, a, igen, BMW M3 Coupé, ez 1999-nek. Hát, ennek a Mazda RX-7 FD. Nyugodjatok meg, nem tudom ezeknek a nevét, csak innen olvasom. Ennek 314, és ennek a Subaru Impreza VRX STI-nek 369. Na, válaszunk egy autót. Menjünk ezzel a BMW-vel akkor. És azt hiszem, ez volt ez a BMW, amire költöttem. Nem igazi pénzt a játékban. Hogy nevezik itt? Simán goldnak, simán aranynak nevezik. Szerintem minden játékban más, hogy nevezik. Még mondom, hang azért nincs, mert hogyha bekapcsolnám a hangot, figyelj, majd meg is mutatom nektek, akkor nagyon hangos, tehát a Brawl Stars-os videóknak sincs azért hangjuk, mert ha bekapcsolom a sound effectet, vagy musit, akkor hát üvölt a játék sajnos, és ezzel nem tudok mit tenni, és inkább az legyen, hogy értetően értsetek. Szépen megfogalmaztam. Na, miért nem tölt? És a játékban mindig vannak eventek, események. Jó. Bocsánat, ha most akadozik egy kicsit a játék. Na, ilyen. Rányom ide. Nos. Ugye itt van a musit, akkor most ezt bekapcsolom. Sound effect, ezt is. Vegyétek halkabbra a készüléketeket. Jó, amint nézitek, mert nehogy üvöltsön. Aztán nehogy hallja még a szomszéd is. Jó. Vagy várjál. Musicot azt nem, mert copyrightot kapok. Bocsánat, a hangos játék. Aztán még lehet driftálni is. Irányítást használhatunk a szabni. Most nyertük, ezt már megcsináltam a szesszor. Oké. Mystery puzzle, ja igen. És látjátok, egy csomó mindent lehet kapni. Ládából is lehet nyitni, hát válasszuk. Yes, nem figyeltem. Ó, 450. 4500. Pénzt kaptunk. Ezekből a pénzekből a hogy nevezi? Black market, fekete piac. Itt lehet vásárolgatni, meg simán azt hiszem itt a boltba is. Itt van black market. Hát Na, látjátok, tehát ilyesmiket is lehet nyitni ládákból. Ezeket nyitom a legtöbbször. Hát igazából mondom, új lett a játék, meg a minden. Most így leveszem, azt hiszem itt kell. Leveszem a hangot. Úgy kíváncsiságból, hogy milyen. Igen, sound effect. Azt leveszem. Zenét meg alapból kiveszem, mert nehogy copyrightot kapjak, aztán aljai. Hát tényleg
írjatok, hogyha legyen neki folytatása. Én Ádi voltam a Gaming Srácoktól, sziasztok!